Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Egészséghónap, szűrővizsgálatok tolnám. Újraélesztés. Évente Magyarországon 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalában. Múlt idézés. A tolnai gőzmalom története. Márton nap. A Mözsi Zöldkert óvodában is megtartották a lámpás felvonulást. A novemberi egészséghónap programsorozat keretében szűrővizsgálatokat rendezett a Tolnai Kulturális Központ. Az eseményen a Szekszárdi és a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végeztek, többek között vérnyomás, szénmonoxid, InBody, testösszetétel és érszűkületmérést. A Tolnai Kulturális Központ novemberi egészséghónap programsorozat keretében ezúttal szűrővizsgálatokat biztosított a megjelentek számára. A Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai többek között vérnyomás, szénmonoxid, véroxigén és diabétesz mérést végeztek. A mért eredmények alapján életmód tanácsadást is kínáltak a résztvevőknek. A szűrővizsgálatok fontosak, mondta Portheiserné Szabó Ildikó, az intézet munkatársa. A legtöbb betegség még tünet nélkül van, és például egy vérnyomásméréssel kiszűrhetjük, hogyha fölmegy valakinek a vérnyomása, és ez nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek az egészségükre, és például a vérnyomásméréssel nagyon sok kardiovaszkuláris betegség megelőzhető, hogyha időben észlelik a magas vérnyomást. Az erős dohányosoknál a sejtszinti oxidáció sérül. A szénmonoxid méréssel ezt tudják kimutatni. A tökéletes égés kapcsán, ami a szervezetünkben is zajlik, széndioxid és víz keletkezik. Hogyha ez az égés nem tökéletes, akkor keletkezik szénmonoxid. A szénmonoxid egy nagyon veszélyes anyag, megköti az oxigén helyét a vér testekben, és kvázi fuldokolnak a sejtek. És amikor ezzel szembesül valaki, egy erős dohányos, akkor tehát ez képletesen megmutatja neki, hogy ez milyen károkat okoz az ő szervezetében, és akkor tudunk neki segíteni az elhatározásban, hogy döntse el, hogy leszokik a dohányzásról. A nagymértékű stressz is káros hatással lehet az egészségünkre. Én mentálhigiénés szakember vagyok, és egy nagyon egyszerű kérdést teszek fel az embereknek ilyenkor, azt, hogy hogy érzi magát, milyen az szubjektív stressz szintje. Ezt sokan nem is értik ezt a kérdést, és akkor elkezdünk beszélgetni, hogy mi is ez a stressz szint. Az emberek hogy élik a hétköznapjaikat, hogy mit jelent az, hogy stresszesen, vagy stressz nélkül, vagy jól, vagy rosszul érzi magát, akkor van mód egy kis beszélgetésre. Akkor kiderül, hogy neki az életében van valamilyen problémája, családi vagy munkahelyi probléma, akkor lehet egy kis beszélgetést erről kezdeményezni. És sokszor maga a beszélgetés is jó dolog, hogy van egy 10 perc arra, hogy ventiláljanak az emberek ezekről a problémákról. Vagy esetleg egy olyan tanácsot tudok neki adni, ami segíthet az ő életvezetésében, mentálhigiénés állapotának a javításában. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda alsó végtagi érszűkületvizsgálattal és InBody testösszetétel méréssel készült. Utóbbi megvizsgálja a páciens teljes testvíz, zsírfehérje és ásványi anyag adatait. A Bokakar Index vizsgálat során pedig a lábakban lévő artériás keringést figyelték, mondta Daniné Turcsányi Éva, az intézet vezetője. Természetesen, hogyha olyan értéket mérünk, ami utána orvosi gondozást igényel, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy a háziorvoson keresztül indítsák el a kivizsgálási folyamatot, illetve ha olyan szív- és érrendszeri kockázatokat látunk, ami befolyásolhatja ezeket az értékeket, és életmóddal változtatható, akkor minden esetben adunk életmódtanácsot, tanácsokat is az itt megjelenteknek. A szív- és érrendszeri betegségeket több tényező okozhatja. A szív- és érrendszeri megbetegedések és azon belül is az érszűkületnek is az egyik meghatározó tényezője azok a genetikai hajlamok, amiket örökölhetünk, úgyhogy minden kliensünkre rákérdezünk, hogy volt-e a családban a felmenők között szív- és érrendszeri megbetegedés, illetve a genetikai tényezőkön túl vannak olyan krónikus megbetegedések, amik szintén befolyásolják az érfalnak az állapotát, ilyen például a meglévő cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség és a magas koleszterinszint. Természetesen
Egyéb olyan viselkedésbeli faktorok is vannak, amelyeket könnyen lehet módosítani, ilyen például a dohányzás, ami nagyon káros az erekre, úgyhogy minden esetben, akiknél kiderül, hogy dohányoznak, ott felajánljuk a dohányzás leszoktatás támogatás lehetőségét. A szűréseket többségében az idős korosztály veszi igénybe, de a vezető pozitívumnak tartja, hogy a munkahelyek is egyre gyakrabban szerveznek vizsgálatokat. Nagyon gyakran járunk ilyen rendezvényre, szombaton voltunk legutóbb, előtte Szekszárdon, előtte Kakasdon voltunk, úgyhogy mi igyekszünk mindig úgymond helyben elvinni, helybehozni a szűrővizsgálatokat, és akik eljönnek és igénybe veszik ezeket a szűréseket, azok mindenképpen nyitottak arra, kíváncsiak arra, hogy éppen ők hogyan az egészségi állapotuk. Nagy részben azért idősebb emberekről beszélünk, de szerencsére én úgy vettem észre, hogy elindult egy trend mostanában, hogy a munkahelyek is egyre többet keresnek minket, és munkahelyekre is kiszoktunk települni. Ott szintén állapotfelméréseket és kockázatbecsléseket végzünk. Egyébként nagyon jó az összefogása az egészségfejlesztési irodák között itt a vármegyében, akár a szekszárdiakról, akár a dombováriakról beszélünk, és ugye szívesen eljövünk olyan helyre is, ahol éppen olyan járásban, ahol éppen nincsen egészségfejlesztési iroda, mint itt a Tolnai járásban is. Arra gondolok, hogy ugye egy rohanó életmódot folytat mindenki, fel is gyorsult valahogy a világ, a napok szaladnak, és sok mindenre odafigyelünk, csak sokszor magunkra nem. És amikor magunkra nem figyelünk tartósan, akkor előbb-utóbb megjelennek ezek a tünetek. Csak kérdés az, hogy ezek a tüneteknél már van-e meglévő krónikus betegség, tehát a megelőzésre szerintem nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és lehetséges, hogy elég annyi jel és a lakosság számára, hogy most itt a lehetőség, jöjjenek el, éljenek vele, és bizony nagyon sok betegséget meg tudunk így előzni, hogyha egy-egy szűrővizsgálaton részt veszünk, és ott megfogadjuk a tanácsokat. Az egészséghónap rendezvénysorozat november 8-tól egészen a hónap végéig fog tartani. A következő programok a mentális egészségre fognak fókuszálni, mondta Józsa Jácint, programszervező. Önbizalom növelésről lesz két workshop és tréning, azt majd Tarjániné Nagy Nikoletta életvezetési tanácsadó fogja tartani, illetve sor fog kerülni még egy másik workshopra is, ott mélyviaszos ajakápolót, illetve kendőt lehet majd készíteni. Erre meghatározott számú jelentkezőt várunk, de még lehet akár mindig jelentkezni, mert van még pár szabad hely. Aztán a hónap végén lesz az egészség hónapunknak a fő rendezvény, a fő attrakciója, amikor is Zaher Gábor toxikológus fog ellátogatni a lovardába, és ő fog egy előadást tartani. Próbáltunk minden korosztálynak megfelelni, hogy megtalálják a maguk számára megfelelő programot, illetve hát próbáltuk változatos programsorozatot létrehozni, hogy legyenek előadások, amik ismeretterjesztőek, de legyenek olyan foglalkozások is, ahol az emberek saját kezükkel készíthetnek valamit, illetve legyenek benne vizsgálatok is, ami a fizikai egészség megőrzését szolgálja, meg természetesen gondoltunk a szellemi és a pszichológiai területre is, hogy ott is mindenki megtalálja magának való területet. A programok ingyenesen látogathatóak, de előzetes bejelentkezést igényelnek. Magyarországon évente 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalában. Az esetek 90%-ában felkészületlenségünk és félelmeink miatt nem tudunk segíteni. Tolnán az egészséghónap keretében az alapszintű újraélesztéssel ismerkedhettek az érdeklődők. Legtöbben tudnak az újraélesztés fontosságáról, de gyakorlatban nem tudják, hogy mit kell csinálni, ha összeesik mellettük valaki. Dr. Felföldiné Fejl Justina előadásában elméleti és gyakorlati tanácsokat is kaptak a résztvevők. A kezünket összekulcsoljuk, mégpedig így. És a tenyér élet fogjuk ugye a szegcsont közepére helyezni. Férfiaknál egyszerűbb, mert ugye nagyjából a mellbimbó van a lába. Ezzel, ahogy összekulcsoltam a kezemet, a legnagyobb erőt gyakorlatilag a tenyérrel fogom kifejteni, és az ujjaimat pedig el fogom tartani a többi résztől. A karomat nyújtva, és gyakorlatilag a beteg mellett térdelek, akkor a saját súlyomat használva fogom a beteg mellkasát lenyomni. Na most azt, hogy milyen mélyre kell nyomnom, ez az 5-6 cm mély, még azt is meg tudjuk majd nézni a babán.
Az előadáson a defibrillátorok használatát is megismerhették a nézők. Helyezze fel az elektródákat. Ha megnézzük ezt, ugye akkor látszik, hogy ez kerül ugye a fejcsontra, és itt vannak, hogy hova kell raknunk a két másik párnát. Nem is tudom máshova rakni, mert úgy van összekötetésbe egymással. A nézők is kipróbálhatták a babán a mozdulatokat. Aki nem tudott részt venni az előadáson, az a szekszárdi, paksi vagy bonyhádi mentőállomáson minden hónap első hétfőjén megtanulhatja vagy gyakorolhatja az újraélesztést. Az előadás végén bemutatták a Tartsd életbe című kisfilmet, melyben a valami Amerika film sztárjai szerepelnek. Így fogja össze az ujjaim. Az új bütykök mindig felfelé nézzenek. Aztán gyerünk, ami belefér. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74 körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. A következő percekben a tolnai gőzmalom történetét ismerhetjük meg. Tolna ugyanis a Dunának következtében a malomiparáról nagyon híres volt. Ugye itt szép szelídsodrású volt a Duna, és rengeteg hajómalom volt a Dunán. Őröltek, búzát őröltek, és más gabonát őröltek. 1869-ben még 30 malom őrölt a Dunán, ami azért érdekes, hogy akkor már átvágták a Dunát, és még mindig 30 malom volt a Dunán, hajómalom, viszont ennek nagyon gyorsan befellegzett, ahogy iszaposodott el és lassult a Duna folyása. A tolnai hajómalmokat kénytelenek voltak kitelepíteni a dombori Duna részre, viszont bejött a kapitalizmus, Budán, Pesten hatalmas malmok épültek, már gőzerővel működő malmok,
és ezért a hajómalmoknak egyre kevesebb munkája volt. Tolna megyéből, ami idejött a tolnai, majd a dombori kikötőkbe, már őrletlenül ment tovább a nagy budai gőzmalmokba, és ott dolgozták fel a gabonát. Ezért Tolna nagy bajba került, ugye a malmai miatt, és szükségessé vált a gőzbevezetése itt Tolnán is. Ez volt, ez az épület, az első tolnai gőzmalom. 1893-ban a Szászi testvérek építették, azért, hogy valami malom megmaradjon azért Tolnán, és lehessen itt is őröltetni. Úgyhogy gőzzel működött ez a malom, ha jól tudom, 3 őrlőköve volt, és mindjárt megnézem, 36 lóerős volt, és 2 hengere volt ennek a malomnak. Viszont a probléma az továbbra is maradt, az, hogy nagy konkurencia volt a fővárosi malmok, ezért mindig küzdeni kellett ennek a malomnak, és a többi malomnak is, ami utána létrejött ugye a mözsi malom 1900-as évek elején, akkor volt egy szabómalom, szintén gőzmalom, és ezeknek folyamatosan küzdeni kellett a fővárosi olcsóbb liszt miatt. Úgyhogy az 1900-as évek elején, ahogy megjelent Tolnán a villamos áram, úgy gondolták, hogy az mégiscsak olcsóbb, mint a gőzzel üzemeltetni, modernizálni szerettek volna. 1911-ben részvénytársaságá alakult, egy téglaégető család is a részvénytársaság többségi tulajdonosa lett, ezek a perlerék voltak, és megpróbálták ezt a malmot modernizálni, új épületet építeni, és a végén villamosítani. Sajnos ez sem vált be, ugye az olcsóbb liszt azért olcsóbb liszt, úgyhogy 1912-re, tehát egy évvel az átalakítás után már ez a malom felgyulladt rejtélyes módon. Itt száldostak hírek, hogy a tulajdonosok direkt gyújtották fel a malmot, nem lehet tudni, soha nem derült ki, hogy tényleg műszaki hiba okozta-e, vagy esetleg más probléma. A lényeg az, hogy el kellett adni a malmot, 3 testvér vette meg a malmot, Drucker testvérek, és ők próbálták tovább üzemeltetni ezt a malmot. Aztán tényleg csak nyüglődött, nem ment nagyon a malom, mert 1915-ből tudjuk egy alispáni jelentésből, hogy már Jelencsik malom néven szerepelt, de ez csak a népi elnevezése volt, ugyanis mindig első tolnai gőzmalomként működött ez a épület. Bővítették is, tehát ahogy látjuk, ez a terület itt nem csak ez az egy malom volt, hanem ez a teljes terület, ami egy kicsit elüt az utcaképtől, ez a teljes terület a malom területe volt, raktárakkal, kiszolgáló épületekkel, mindennel együtt. És 1945-ben még működött a malom, akkor 2 világháború között is már nagyon nyüglődött. Egy jelentés miatt tudjuk, 1951-ben egy malomipari egyesülés született Tolna megyében, és ő írta össze a malmokat. Minimális egy szakmunkással, egy segédmunkással működött már ez a gyár. Akkor még a malomipari egyesülés látott lehetőséget abba, hogy felfejlesszék ugye a szocialista népgazdaság számára ezt a malmot. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor szüntették, aztán meg sokáig nem működhetett ez a malom, mert utána tüzépáruház lett, tehát gyorsan megszüntették 50-es évek elején még, és utána tüzépáruház lett belőle.
Aztán a rendszerváltás után a megmaradt épületeket egy kivételével lebontották. Ez a régi malomépület, ami még áll, és ami már nem a korábbi funkciójának felel meg, hanem mindenféle bort lett belőle. A Mözsi Zöldkert óvodában is megünnepelték a Mártonnapot. A következő percekben egy zenés összeállítást láthatnak az eseményről. Zenei világpremiér. A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar december 9-én mutatja be Andrés Álvarez Tátos című alkotását. A spanyol zeneszerző kifejezetten a Tolnai Zenekarnak komponálta a művet. Most kedvcsinálóként nézzünk meg egy rövid részletet az együttes tavalyi koncertjéből. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!